Az elmúlt két forduló nem úgy alakult a nyíregyháziak számára, ahogyan azt a Spali szurkolók elképzelték, a Szeged elleni hazai döntetlent egy balmazújvárosi vereség követte. Az újvárosi meccs sem mutatott teljesítményt, nem hagyta szó nélkül Brekke János klubmenedzser, de miután a hét elején a szakember megfogalmazta kritikáit, az Orosháza elleni meccs került fókuszba. Ha egész héten azzal foglalkozunk, hogy mi történt a múlt hétvégén, akkor tönkreteszünk a jövő heti eredményünket is. Tehát én elmondtam magamét hétfőn mindenkinek, és azzal lezártuk, megértették, futballisták ezek, tudják, ebben a közegben élnek, dolgoznak, hogy miről beszéltem, és én úgy gondolom, a tegnap edzés ez már látszott is. Nyilván jobb lett volna ezt beszélgetés nélkül megcsinálni, de most már mi az Orosházára figyelünk, próbáljuk megkeresni azt a csapatot, amelyik a legjobb lesz, amelyik agresszívebb, és hát most arra igyekszünk felkészíteni a játékosokat, hogy egy mélyen a kapujuk előtt védekező, 9 emberrel védekező csapat ellen kell majd játszanunk, amit véleményem szerint a két szélen és átlövése kellett megbontani. A találkozót minden bizonnyal az a Petneházi Márk várja a legnagyobb izgalommal, aki orosházi születésüként éppen Orosházáról igazolt a Spariba. Még nem játszottam soha a volt csapatom ellen, főleg nem úgy, hogy Orosházáról van szó, ugye én odavalósi vagyok, tehát ott laknak a szüleim, az összes barátom, csapatban is több barátom játszik, úgyhogy biztos, hogy érdekes mérkőzés lesz, ez lesz így az első nekem. 9 forduló után az Orosháza 18 ponttal a második az NB2 keleti csoportjának tabelláján, 3 ponttal és 2 helyezéssel megelőzve a Nyíregyháza Spartakuszt. A két csapat találkozója szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban.